fotografálni kezd, az a vágy hajtja, hogy kimetszen egy szeletet a világból, amelyet ő lát. Hogy megosztom velünk valamit képeink keresztül saját magából is. Mert minden fotográfus szent háromsága a nézni, látni, láttatni. Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket a 22. Berényi Napok kiállítás megnyitóján. Virág Mihály 50 év, 50 kép című fotókiállítását fogjuk megnyitni. Szeretném felkérni Siklós István polgármester, köszöntse a vendégeket. Jani! Hölgyeim és uraim, meglehetősen nehéz helyzetben vagyok. Mit mondhatok én akkor, amikor a szakma fénye itt van? Itt vannak a fotós barátok, ismerősök, akik nálam sokkal jobban tudják, hogy mit is jelentenek ezek a képek. Hát akkor mit mondhatok én? Hát azt, hogy Veződerény város önkormányzata nevében nagy tisztelettel köszöntöm önöket, mindazokat, akik elfogadták a meghívást erre a kiállításra. Azért még valamit mindenféleképpen szeretnék elmondani. Azok a képek, amiket itt láthatunk a falon, nem csak kordokumentumként foghatóak föl Meződerény életében és sokak életében, sok területen, hanem ezek már művészi alkotások, olyan alkotások, amiket szívesen hazavinnék a lakásba és kiállítani egyiket másikat. És kívánom azt az alkotónak, hogy még nagyon-nagyon sok olyan képet alkosson, amivel bennünket meggyönyörködtek. Akár kiállítás keretében, akár pedig a Facebookon keresztül, amit én személy szerint rettenetesen élvezek, amikor ő fölteszi a képeket, mert olyan élményeket ad, amit máshol nem tudnék beszerezni. És olyan látásmódtal teszi meg ezt. Én köszönöm, hogy lehetőséget adott nekünk arra, hogy egy ilyen kiállítás keretében is megtekintsük a képeit, és bízom benne, hogy még nagyon sokszor láthatjuk ilyen-olyan alkalommal, mint mondtam, akár a Facebookon is a képeket. Gratulálok az alkotásokhoz, kívánom, hogy még nagyon sokáig legyen erő és kitartásod, és ötleteid ahhoz, hogy képeket készítsél. Szeretnék felkérni Nagy Ferencet a kiállítás megnyitására. Köszönöm a felkérést és a megbízatást. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A fotózás történetének kezdetei a 19. században gyökereznek. A fénnyel való képrögzítést sokan és sok módon kísérletezgették. A megelőző sokféle próbálkozás tapasztalatainak ismeretében Louis-Jacques Daguerre elkészítette az első ezüstlemezre rögzített fény képet. A Francia Tudományos Akadémián hitelesítették az írásos melléklettel ellátott képet, és bejelentették. Daguerre feltalálta a fényképezést. Mindez pedig történt 1838-ban, éppen 180 évvel ezelőtt. Hogy azóta mekkorát fejlődött a fotózás, mind technikai értelemben, mind műfaji sokféleségében, arról egy-egy fotó, vagy fotók sokasága egy kiállítás alkalmával bizonyosodhat meg. A fotós számára ünnep a kiállítás, mint ahogyan Virág Mihály számára is az, sőt, kétszeresen is ünnep, hiszen egyéni kiállításának címe, mint hallottuk, 50 év, 50 kép, vagyis kerek évfordulós fotós. Alkalom egy összegző visszaemlékezésre, a meglévő anyag rendszerezésére, a különleges alkalomra, a jubiláló kiállításra való válogatásra, szülőhelyén, Mezőberényben. Az összegző visszaemlékezést Virág Mihály önírásában ismerhetjük, miszerint kisiskolás korától érdekelték a fényképek. Első 6x6-os Certina gépét 12 éves korában kapta, melynek rendeltetése családi fotózás volt jeles alkalmakon. A rendszeres laborálással fotószakkörökben ismerkedett, megismerte, megtanulta a rollfilm előhívását
és a papírképek készítési technikáit. Egyetemi tanulmányai idején a fotózásra nem sok idő jutott, ám első munkahelyén a Békés Csabai Közúti Igazgatóságon rendszeresen megrendezett munkahelyi diapályázatokon jól szerepelt. Fejlődésére nagy hatással volt a vérbeli fotós Balogh Ferenc alias Frici bácsi zsűrizése, képvirálata, értékelése. Fotós szemléletmódjának kialakulásában Frici bácsi örökérvényű mondása volt a döntő motívum. Egy-egy témában sokszor a kevesebb a több. Vagyis keressük meg azokat az apró részleteket, mozzanatokat, hangulatokat, amelyek jól jellemzik az egészet az aranybetű szabályai szerint. Tudatosult szemléletmódjában további fejlődést eredményezett a Gyulai Székely Aladár Fotóklubbeli tagsága 1987-től, majd a Békéscsabai Lencségi Közösségi Ház Mármány fotóműhelyének munkájában való részvétele. Hazai és külföldi kiállításokon túlmenően ezen szervezeteken belül kezdett el regionális és országos pályázatokra képeket küldeni, ahol több ízben kerültek kiállításra munkái. Kétszer is volt díjazott alkotása, első önálló kiállítása 2005-ben Mezőberényben volt, továbbá kiállított Komáromban és Szentesen is. A fotós 50 évnyi anyagát nem egyszerű dolog rendszerezni, kategorizálni. Ám a jubiláris kiállítás itt most látható képei nagyon átgondolt válogatásról és rendszerezésről tanúskodnak. Az első tudatos, tehát választott témájú képek Szegeden készültek, ezeket a paraván falon lehet látni. Az első kép az árkád ívelése és a fogadalmi templom égbeszökő tornya az ellentétek harmóniájáról szólnak. A csupasz falak fágak szövevénye őszi téli hangulatot közöl. A gyulavári vár lovasáról készült kép azért került be a válogatásba, mert ez az első olyan fotó, melyről nagyítás készült. Tudatos komponálás, kompozíciós fogás, a lovas figura erősen frontális felfogása a háttér alkotó elemeivel szemben. A ferde teljesen átlós várfal és a távolabbi torony fokozzák a lovas frontalitását. A kosár című kép az első direkt, vagyis összeállított kompozíció. A híd harmónia az első díjat kiérdemelt alkotás. A végső pihenő című kép az első zsűri által kiválasztott és kiállításon szereplő munka. A kerék és árnyéka adja a kompozíció szépségét, állapota, mármint a kerék állapota, és az elhelyezése pedig az elmúlást idézi. A Zöld Sziget című alkotás az első, a Mafos szalonon szerepelt kép. Különlegessége, hogy a fekete fején képen megjelenő színfolt, amely persze manipuláció fűszóra. Érvényesül a tárlat érzékeltetése, ugyanúgy, mint a téli út színű képen, amely az első Békés Csabán falra került munka. A háromszöget az első kép, amely katalógusban szerepel. A hátsó fal az első külön díjas kép. A Gémes út című fotó az első tudatos fotóséta eredménye valahol a Mezőberényi Körgát és a Laposi kertek közötti területen. Az elsőből álló sorozat két természet adta fotó zárja, melyek az alkotó látvány érzékenységének bizonyítékai. Észrevenni egy látványban a különlegességet, a formák játékát,
vagy a fodrozódó víz csillogását. Az első hosszas felsorolás részemről nem véletlen. A hobbifotós mély elhivatottságáról, az elért eredmények motiváló hatásáról, a mind jobbra való törekvésről, az önbecsülésről szólnak ezek a munkák. A kiállítás további alkotásai az analóg és digitális fotózás technikailag és kompozíciós szempontból is eleget tesznek az igények támasztotta követelményeknek. Szép városképei, kivágások, kifejező természeti makró és mikro részletek, a végtelen teret jól érzékeltető, de illő keretbe zárt világot ábrázoló természetfotók sorát is láthatjuk. A valóság adta látvány átgondolt digitális átdolgozása jelenik meg jó néhány képen. Az virágvihány munkájának, hivatásának, mindennapi tevékenységének a következménye is, hiszen műszaki ember, aki a vonalak, a foltok, a formák halmazában más lát, mint a többi halandó. A digitális technikának nincsenek határai, bármit ki lehet hozni egy egyszerű felvételből, mindaddig, amíg mondani valót tartalmaz. És erre Virág Mihály nagyon ügyel, hogy ez így is legyen. Végezetül néhány adat, amely Virág Mihály fotós működését jellemzi. 25 minősített hazai pályázaton való részvétel kiállított szakmai nyelven falra került képpen. Volt 6 önálló kiállítása, ebből egy külföldön, Szlovákiában, Komáromban. 2 nemzetközi pályázaton való részvételen állított ki képeket. Összesen 42-szer került elfogadásra, és került falra munkája, ami 34 különböző alkotást jelent. Virág Mihály a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségétől 2013-ban megkapta a MAFOSZ diplomás fotóművészet minősítést. Érdemei elismeréseként, illetve a cím elnyeréséhez szükséges követelmények teljesítéséért. Ő magát nem művésznek, csak fotográfusnak tartja. Ehhez az elismeréshez gratulálok, és további sikeres fotós pályafutást kívánok Virág Mihálynak. A téma világ bővülhet, hiszen az érkező unoka rengeteg alkalmat fog jelenteni a gyermekfotózáshoz. Ehhez is gratulálok. Megköszönni az alkotónak, a kiállítónak, hogy elhozta közénk a képeit. És köszönjük Nagy Feri bácsinak, hogy ilyen alaposan felkészült és ennyi mindent elmondott az alkotóról és egyáltalán fotózásról. És hát végezetül én is szeretném megköszönni egyrészt, akik eljöttek megtekinteni ezt a kiállítást, megnyitót, és nem utolsó sorban szeretném megköszönni azt a megtiszteltetést, hogy lehetővé tették azt, hogy az 50 éves hobbim keretében megmutassam azt, hogy miket csinálok én, milyen képeket, milyen felfogással, milyen szemléletmóddal. Ezeket erről azt tudom mondani, hogy talán nem mindennapi szokványosak, nyilván nem én találtam ki ezt a stílust, ami nekem tetszik, nekem ez tetszik, én ilyeneket csinálok, és hát ezeket, mikor olyan helyzetbe kerültem, hogy talán úgy gondoltam, hogy ez talán másoknak is megmutatható, ez általában ugye az említett két fotószakkör keretében történt meg,
akkor hát elhatároztuk, hogy a kiállításra is küldünk is, és úgy elhangzott tényleg, hát voltak bizony sikerek, voltak eredmények, és hát az ilyen jellegű képek is, ami talán lehet, hogy nem annyira közérdekű népszerűségnek örvendenek, de mégis van egy olyan embercsoport, aki mégis szereti ezeket, és hát elismeri az ilyen jellegű dolgokat is. Bár igyekszem a népszerűt és a elvontat is azért, hogy ötvözni egymással, hogy azért mindenki kedvére azért hát készülnek képek. Én még egyszer megköszönöm a lehetőséget a polgármester úrnak, a művelődési központnak, a városnak, hogy tényleg megtiszteltek, és hát én bízom benne, hogy talán olyan jellegű kiállításra tudtam előrukolni, ami hát talán közérdekre szolgál. Köszönöm szépen! És akkor kérem önöket, nézzük meg közösen a kiállítást. Az alkotótól lehet kérdezni, miért, hogyan, mikor készült, mely kép, illetve egy kis ásványvíz, egy kis pogácsa fogyasztanak ebben a nagy melegben, és vegyenek részt a Berényi Napok további programjaink. Köszönöm szépen!